Szép jó napot kívánunk, kedves nézőink! Itt vagyunk a Tihanyi Kecskeköröm ünnep sokadik alkalmában, és itt van mellettem egy csodaszép meghatódott hölgy, mert a füstnek olyan megható ereje van állítólag. És mi készül? Mi lesz itt ma? Lecsó, vagy gulyás, vagy mákos mácsik? Hát kicsit félrevezető, amit látsz, mert mi már megfőztünk egy ételt. Ugye mi a jóga csoport vagyunk, úgyhogy főztünk egy indiai lencselevest, az már ott készül, párolódik, és itt egy olyan paprikás krumpli lesz, amiben hát különböző recept ideák ötvöződnek, úgyhogy nem tudjuk a végeredményt, de nagyon jó szívvel csináltuk. Akkor itt mondhatjuk, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy pörkölt küvét készítsen. Ez abszolút az lesz. Szerintem erős paprika is lesz bele a végén, finom kolbász, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk, és reméljük, hogy ízleni fog. Én igaziból teját tudok főzni, jó meg meleg szendvicsé, de arra szoktam mondani, mindegy mennyi ember van vendég, nincs kevés kaja, csak kevés paprika, így van. Oké, okay, igazad van, igen, az erős paprika, a jó minőségű erős paprika az kulcs, igen, a magyaros ételekhez, úgyhogy azt hoztunk. Jó szándék van, pezsgőt is kaptunk. Mi a külön, van esetleg külön fantázia neve? Mindegy, mit mond, úgyse tudják. Ja, jó. Nem tudom. Adjunk neki nevet. Adjunk neki nevet. Hát erre most nem kész, nem tudom. Nem tudom, olyan kis, pont ez az egyveleg, ilyen integráció, legyen integrációs paprika. Suzanne pörkölt. Suzanne, igen. Jó. Hát akkor, és mikor lesz kész körülbelül? Nem kell neki sok idő, szerintem 12-re meg lesz, hogy a paprikás krumpli az tényleg gyorsan főtt. Délelőtt 12 vagy éjjel? Hát most még a délelőtre készülünk, az majd a harmadik felvonás lesz, amit főzünk éjfélre, de akkor valami komolyabbat, ha még maradnak. Akkor nagyon szépen köszönjük, mi sok is. Sikert! Köszönjük szépen, bocsánat! Kedves nézőink, itt vagyunk a következő csapatnál, Vánkoska Tihany, jó betűztem? Abszolút. Hány fős a csapat? 2 jelen pillanatban, de bővülni fog még majd. Az tükör előtt már 4, nem? Ja, minimum. Hányszor voltak már itt főzni a kecskekör? Ez az első. De? Alkalom. Nem az. Nem az utolsó. Ah, igen, ez biztos, a jó biztos. És mit főznek nekünk? Jó a kérdés, persze, hogy nagyjából pörkölteket készítek, de mi készül? Ebbe csülök, köröm és gomba és zuza van. Erre szokták mondani, hogy gombás ételek árát kérjük előre fizetni. Így van. Milyen gomba van? Hát, még meg nem tudom mondani. Kollégát kérve megkérdezni. Legyen kedves? Milyen gomba van a pörkötben? Barna csiperke. Barna csiperke. Na, ugye azt is mondták, hogy egy örök igazság, hogy ne hallgasson az ember senkire, csak saját magára, de azért a gombaszakértőt érdemes meghallgatni. Ja, hát igen, szedtük ma reggel, úgyhogy de nem vizsgáltattuk be. Meglátjuk. Holnapig kiderül. És van egyébként külön fantázia neve neki? De... Gondolom formán pörköt, vagy valami? Nincs. És hányadszor, nem is azt mondom, hány éves korukban főztek először pörköt? Hát általános iskolába szerintem én. Hobbiból vagy kényszerből? Hobbiból, persze csak. Ez a jó válasz, ez a jó válasz. És mikorra lesz kész? Hát fél egy körül. Hát akkor nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjuk, hogy eljöttek. Jöjjenek máskor is, ahogy mondjuk. Köszönjük. Kedves nézőink, itt vagyunk következő csapat. Ez jó, nagyon jó kis ilyen indián sátor állvány, már félig kész van. Laci a főnök, és van itt a kukta, aki a helyrontja, akkor bukta, ahogy szoktuk mondani. Mi készül? Egy jó kis pacalpörkölt, nagyon ízvarázsba, amit nem mondhatok el, hogy mi lesz benne. De szerintem az első helyet mi fogjuk megjelni. Még úgyis fér bele valami. Igen. De egyébként csak annyi, hány összetevője van, csak annyit árulják. Hát kb. 5-6 összetevője van. Ott meg fő egy, én hajdúszoboszlói vagyok, egy horcsobályi slambusz is fő. Hányadszor vagy itt? Elsőnek. De nem az? Utolsónak. Igen, így van. És mikor tudtad meg, hogy lesz Tihanyban ilyen rendezvény? Hát, kedves barátom, az ellenségünk, aki nem ellenségünk, hanem a Krisztián Stál, nagyon jó barátom, üzlettársam, ő hívott meg, de közben kedves a Péter, nála alszunk. Aki áll a ház előtt. Igen. Úgyhogy de láttam, azért megy a vidámságot a sátorban. Igen. Tehát Péter csapatát erősítjük, úgyhogy szerintem nyerni fogunk.
ez a lényeg, az önbizalom a lényeg. Tényleg sok sikert. Köszönjük, hogy eljöttetek ilyen messziről is. Köszi! No, kedves nézőink, itt vagyunk egy kedves mosolygos úri embernél. Töltik-e? Töltik-e. Így van, hát több versenyen is már részt vettünk. Most egy birka, báránypörköltet készítünk. És itt elég csöndben, mert bárányok hallgatnak, azt mondja. Így van, így van, így van. Mikor lesz kész? Hát szerintem egy 2 óra körülbelül. Megnézzük, pont jó lesz a zsűrizésre is. Szokott sűrűn jár ilyen főzőversenyekre? Hát nagyon sűrűn nem, de párom már előfordultunk. Kolbásztöltő alsó őrsön, ott is már előfordultunk. Hogy... Azt is döglött disznóból csinálják. Azt is. És mikor kezdett főzni? Hány éves korában, hogy megszerette? Gondolom azért csinálja. Hát én olyan 40 körül, 40 éves koromtól addig a feleségem főzött mindig, de most már minden hétvégén szinte főzik ott. És mi a kedvenc étel, amit szeret főzni? Hát gyakorlatilag minden. De legkedvencebb a tarja. Nekem mindegy, milyen hús, csak tarja legyen. A disznó taraja. Azon. Hát akkor sok sikert kívánok. Köszönjük, hogy eljött. És további szép napot. Hát kedves nézőink, itt vagyunk Pálfi Zsolték csapatánál, és itt, ahogy reklámnak is legyen hely, itt még a gáz is prima, meg máshol is, hogy szokták mondani. Nem mondhatnám, hogy félig üres az edény, jó mondom? Jól mondod, ez teljesen tele van. Kicentíztük. Akkor abban van az anyag is, meg a szívetek, lelketek. Hát igen, a szívünk, lelkünk több van benne. Mi készül itt? Vaddisznó pörköl, de a főszakácsunkat kérdezzük majd meg, hogy pontosan milyen ízvilággal és milyen tartalommal készül ez az étel. Akkor jövök tovább. Akkor ennek nem volt malacca, jól mondom? Ennek még nem. Jó. Ez egy 40 kilós sűdő. Keddel lett kilőve. Kilőtte. Tudom, hogy vadász, de... Vadász lőtte, vadász. Én is ezt mondanám. Úgyhogy... Honnan való? Tehát hol lőtték? Bakony. Itt a belvárosban? Bakony. Szigorúan. Rendelésre külön, vagy? Ez külön rendelésre lőtték. Nevelték egy évig. Úgy nőtt az erdőbe. Kimondottan nekünk. De akkor az már nem volt csikos. Nem. Az már rabmalac csak az. Így van. Nem. És mikor ez kész? Mennyi időt készül el egyébként? Hát szeretnénk, ha fél egyre elkészülne. Reggel vagy este? Óra hossza. De tényleg az előkészületekkel, mert oké, hogy oda tetszik fölni, mennyi jött föl meg. Hát de óra hossza úgy. Tehát a hagymaszelés, meg minden elég. Igen. És hány embernek 4 óra? Hát mi csináltuk mindjárt az egész csapat. Mindenki kivette a részét. Vagy ivott, na, vagy de, két mosogatott. De igen, de ivászat nélkül mennyi idő? Ő a fő mosogató volt. Bérelje mosómedvét az állatkertből szerintem is. A kemény munkát mindig rám bízzák. A többit, amilyen könnyebb, ilyen főzés, azokat mindig ők csinálják. A fő az egészség. Hát persze. De láttam, hogy van itt ilyen felvételizős edény is, mert annyi ponttal felvesznek bárhova egyébként, elárom, abból leszel. Több pontja, mint a katicabogának. De a műanyag pohár is olyan. De láttam, itt van ilyen kóstoló is, ugye? Előre felé túró disznó húsából készült kóbász. Ezt tegnap töltöttük, igen. Ez. Ne csak az időt töltsd, a kóbászt is. Így van. Hát akkor, és hány éve főztök itt a kecskekörmön? Harmadik éve, igen. Ebben a csapatban? Igen. Ez a csapat, ez egy baráti társaság, és körülbelül egy 3-4 éve formálódott meg a gondolat bennünk, hogy mutassuk meg azt, hogy mit tudunk, és hogy mit a templom árnyékában, hogy milyen vaddisznópörköltet tudunk főzni a napsütésben. Erre egy franciául tudok egy szót. Kész vaddisznópörköltet? Új. Ennyi az egész. Akkor sok sikert kívánunk nektek, és köszönjük, hogy itt vagytok attól. És gyertek máskor is, ugyebár ez kötelező. Ja, itt a hallgató, bólogató. Na persze, jöttök-e legközelebb is? Hát természetesen az építész csapat mindenképpen, kecskész csapat mindenképpen. Köszönjük a bőséges választ. Az egész. Sok sikert akkor nektek is. Kedves nézőink, itt vagyunk Juhász Gábor sátranál, csapatánál. Mi készül itt nekünk ma? A nevünk kisjuhászok. Látom, olyan kicsi, én 1,80 vagyok. Igen, slambuc készül. Ez egy pásztor étel, minden évben ezt főzünk. Területek hova való? Nem mindenki tudja, hogy hova való. Tehát hova való ez a slambuc? Ez a Hortobágy környékére. A gulyások étele volt ez. A Hortobágyon.
És mindig slambucot szokták készíteni főzőversenyeken, vagy is mit szeret csinálni? Nem, onnan származunk, Szolnok megyéből származunk, és ezt kipróbáltuk egyszer, és bejött. De egyébként ismert ételről van szó, már legalábbis névről ismert, sok felé hallja az ember, csak ugye, hogy hogyan készül ez, van valami különlegessége? Jó kell csinálni. Igen, jó kell csinálni. A tésztát le kell pirítani, és tészta és krumpli az alapja neki, ennyi. És sokszor mondják, krumplit az embernek izzad a lába, meg megsüketve, ez mennyire igaz? Nem tudom. Jó, mit mond? Mennyi időt készül egy slambuc, ahhoz képest, hogy neki megy a szűpürtyülés ott is, csak nyugodtan, mint a mókus az erdőtűzbe. És mennyi idő alatt készül el, mondjuk ez hány főre készül először is? Ez a nagy családnak készül, a zsűri megeszi, amint megeszik, a többi meg holnapra is ebédre. És de a szelésektől hagyma, ez a krumpli, mennyi idő kell hozzá körülbelül, mondjuk vagytok itt 3-4-en, dolgoztok vele, mennyi idő kell hozzá? 3-4 óra hossza. Én enni jobban szeretném, ez hamarabb megvan. De gondolom, szeretitek csinálni. Szeretjük, így van. És a másikban pedig egy karcagi birka pörkölt fő. Gyakorlatilag az a főételünk. Amennyire én tudom és hallottam többfelé, hogy például a birka étel főző versenynek karcag a leghíresebb, jól mondom? Így van. Hungarikum. Az a birka pörkölt, mint hungarikum, a karcagi birka pörkölt. Mind a pálik. Igen. Így van. És mikor álltatok neki? 9 órakor. Hajnalban mondhatjuk. Persze, igen. Hát akkor én azt tudom mondani, hogy ebben jó sok fél. Még a szíved, lelked neked is, mert a többieknél mondtuk. És nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, sok sikert! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, itt vagyunk egy nagyon kedves, mosolygos, bokorarcú embernél, aki már láttam máskor is ezt a megjelenésű ételt, voltál már itt máskor, és jól emlékszem? Így van. Pontosan. És akkor is sikere volt, nagy sikere volt. Mi az, amit készül? Ez kérlek szépen, ha populáris vagy nem populáris módon mondjuk, akkor ez egy köcsögös bab. Tehát így csinál. Lehet, hogy agyagedényes bab. Gyakorlatilag van ez egy tőzsgyökeres sokacétel. A sokacok, ez egy mohácsi történet. Ezt Mohácson tanultam meg. Mohácsról származik maga az agyagedény is. És tulajdonképpen csülök, malachusi, pici kis kolbác, füstölt hús van benne, és bab. Tehát itt mondhatjuk, hogy itt az igaziból babra megy a játék. Hát itt nem babra megy a játék. És a babnak van hústartalma, mert én szoktam mondani, hogy én dinoszaurusz lennék, én raptor lennék, mert húsevő vagyok. Mondhatnánk azt, hogy ez egy igazi vegetáriánus étel, de nem az. Ez speciál nem az. Igen, mert állítólag én olvastam, hogy a vegetáriánus szó az egy régi indián kifejezés, és jelentése rossz vadász. Itt most nem forog ez fönt, mivel hogy sikerült némi nemi csülköt belevarázsolnunk a történetbe, de alapjában véve mondhatjuk azt, hogy vegánok is ehetik, mert amikor kész van a húst és a csülköt, kipöcköljük belőle, és már is csak egy babos étel lesz belőle. Megoldjuk okosan. Így van, pontosan. Köszönjük, hogy eljöttetek meg. Szóval, sok sikert! Szép napot! Viszlát! De várjál, ez csak maguknak. Nincs elárusító hely. Kedves nézőink, itt vagyunk a következő csapatnál, elég nagy sátornál, a polgármester úréknél, és nál. És mi készül itt, mert ugye elvileg pörkölt, meg ilyen olyan, nem olyan, de egész pontosan milyen? Hát mi 3 étellel készülünk a mai eseményen. Elmondom azért a barátaimnak az ételét. Ez egy vaddisznó pörkölt lesz, amit a Krisztián készít. Kilőtte. Igen, a volt jegyzőasszony a kedves férjével egy birka pörköltet készít. Én meg számadó gulyás levest készítek, ezt körülbelül 3 éve készítettem utoljára egyébként a Kecskekörön fesztiválon, de úgy gondoltam, hogy búcsúzóul, mint az utolsó Kecskekörön fesztiválon, mint polgármester, megint megfőzöm ezt a receptet, de ez természetesen nem azt jelenti,
hogy a jövőben, már mikor nem leszek egyébként a település első ember, akkor nem fogok részt venni ezen az eseményen, mert azért aki engem ismer, az tudja, hogy egy közösségi ember vagyok, és minden eseményen a jövőben is ott fogok lenni. Itt is volt egyébként, én tudom, mert mindig találkoztunk, és ha hivatalból, ha nem, de tudom, hogy mindig itt volt, és mindig főztek valamit, kisütöttek valamit. Ez így igaz. Így van. Tehát most igazából erre a levesre nem lehet azt mondani, hogy ez egy kampánymenü. Tehát ezt most mi csak azért főzzük, hogy a barátainknak, az ismerősöknek, meg azoknak a vendégeknek, akik jönnek erre a mai napra, megkóstoltassuk őket ezekkel a magyar ízekkel. Milyen hús van benne? Ebbe borjú hús van. Tehát mondtok az elején, fiatal, nem, kölökmarha. Így van, kölökmarha. Egyébként az eredeti recept az birkahússal van megfogalmazva, de és nagyon nem tudtam szerezni birkahúst. De hát van ott birkapörköt, tehát egy cégen belül itt van, úgyhogy nem is baj, igaz, hogy akkor... Ez igaz, csak hogy én most már a birkával nagyon óvatosan bánok, mert egyszer a mi birkapörköltünket azért pontozta le a zsűri, mert túlságosan lehártyáztuk, és nem lehetett érezni a birka ízt. Márpedig én annyira nem szeretem a birkának az ízét, és akkor innentől kezd azt mondani, na, egyre rosszabb, akkor inkább hagyjuk a birkát, a borjúból ugyanolyan jó, sőt, még talán jobb is egyébként ez a leves, hamar megfő, mert azért zsengel húsa a borjúnak, marhából egyébként vagy a lábszárral, vagy a marhanyagból szoktam, de ez egy picit tovább tart egyébként, egy órával legalább ennek a levesnek az elkészítése, de egy nagyon, nagyon ízletes, ez egy sűrű gulyáslevesnek is hívják, azért, mert ezt staúboljuk. Tehát nagyon sokan nem tudják, mi az a staubolás. Ugyanúgy készül az alap, mint egyébként egy pörkölt. A hagymát megdiszteljük, rátesszük a húst, egy picit megpirítjuk, és engedjük, hogy a leve az kijöjjön a húsnak, és utána egy vékony réteg liszt, egy vékony réteg piros paprika, bors, nagyon lassú tűzön megpróbáljuk átforralni, hogy csak éppen, hogy csak pötyögjön egyébként a forrásban lévő anyag, és aztán egy olyan 2 órát hagyjuk így, és amikor már egy picit megpuhult a hús, akkor utána krumplival összefőzzük az egészet, még egy 1/2 óra, és aztán kész is lesz a leves. Összesen mennyi idő ez? Sok hely megkérdeztem egyébként. Ez hosszú idő, ez legalább 3,5 óra. A nagy többség egyébként 3-4 órás időszakot mondom. Igen, de ahhoz képest ugye ez egy leves, ahhoz képest a 3,5 óra azért az egy kicsit sok. Na és ami még egy kicsit pikánssá teszi, hogy a tegnapi nap egyébként kaporral a tejfölt már összekészítettem, és egy kis kapros tejfölös alappal fogjuk tálalni egyébként ezt a levest. Összeérett, akkor úgy mondják, ugye, hogy a kapor. Összeérett, igen. És most rájöttem, angolok is megérthetik, mert a fiatal marha ugye ez a borjú, hogyha angolul mondjuk, akkor bornyú, nem? Hát igen, akár így is lehet. Igen. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Köszönjük. Legközelebb is. Gyertek, aztán kóstoljátok meg. Jövünk vissza. Köszönjük. Kedves nézőink, a háttérben a Sziszi kecsének, én pedig az asszonykarusnál kecsölök éppen. Megint főznek nekünk valami nagyon finomat. Kit kérdezhetek itt? Egyébként ez egy... Abból szempontból is különleges csapat, hogy vannak nagyon sokan, úgy mozognak, mint a csirkék az udvaron, és nem tudom megszámolni őket, hányan vannak, viszont mindannyian szerintem séf főszakács tudásra rendelkező háziasszonyok, és ezt nem mondom, ha nem így lenne. Erre szoktam azt mondani, ez nem azért van így, mert én mondom, hanem azért mondom, mert így van. Na szóval, kit lehetne kérdezni? Ő séf. Igen. Ugye mondtam én? Ő az Ötler gazda. Mi készül itt? Itt egy nagyon tavaszi leves készül. Tavaszon. Egy nyírségi gombócleves, szép zöldségekkel, szép színekkel, és úgy gondoltuk, egy kicsit most újítanánk, elrugaszkodnánk a pörköltől, hogy valami mást főzzünk. Nekünk azért jó, hogy kóstolgatunk, és akkor nem 30 féle pörköttet kóstolunk, és tök jó helyen, így állok így a hangos ruddal, és így beszélgetünk, és nekem már ég a homlokom, mert itt van a kipufogó, de nem érdekes, mert tűzről pattant leszek én is majd, és ha le is leégett a hajam, látják? Tiszta égő a helyzet. És van-e valami különleges receptje ennek a történetnek? Hát ennek a hagyományos, magyaros ízekkel, a hagyományos nyírségi gombócleves, de ez is készül ám ezerféle változatban, mert minden étel, ahány ház, annyi szokás. De azt kell mondani, ez az eredeti. Ez a mi eredetünk.
Tehát, hányan vagyunk, annyian hozzáteszünk valamit. Így van, azért mondtam, hogy azért, itt azért sokan a csapat, nem is tudom hány főből áll csak. 14-en vagyunk. A személy igazolvány igazi. És igazából mindenki tapasztalt háziasszony, és akkor tapasztalt főzés ízekkel, és mindenki hozzáteszi a magáét, aztán elkészül a végeredmény. Most jut eszembe kérdés, viszont ez nem üt néha vissza, hogy mindenki ért hozzá, de nincs ebből vita? Nincs vita, mert kiosszuk a feladatokat azért, hogy ki mit csinál, de az ízeknél meg azért mindenki kóstolja, hogy ne egy kóstoljon, mert nem biztos, hogy az pont a jó. Igen, főleg a só miatt, és akkor mindenki hozzáteszi a maga ízvilágát, és akkor kóstolunk, és összeáll. Gyakorlatilag, ha el is van sózva a kaja, akkor iszik mindenki három felest, és lesz sóműsor, nem? Így van. Erre hajazunk, hogy sóműsor legyen. Ezt is megkérdezem, körülbelül mindenhol megkérdeztük szinte, körülbelül mennyi idő alatt készül el? Hát ez egy zöldséges, húsos leves, de attól függetlenül hamar elkészül. Oda kell rá figyelni, hogy ne főzzük szét, ne főjenek szét a zöldségek, tehát van egy fokozata, hogy kezdjük, és mikor mégis, is teszünk bele. De időben mennyi? Hát körülbelül egy két óra, másfél-két óra. És arra is rájöttem egyébként, mikor alá is gyújtanak a tűznek, tehát meggyújtják a tüzet, akkor azért hamarabb elkészül. Akkor hamarabb elkészül, de mégsem, mert közben most látjuk, elkezdett forni. Eddig itt imádkoztunk, hogy forjon már egy kicsit. Úgyhogy oda kell rá figyelni. Akkor nem csak az egészség fő, hanem a leves is. Akkor az asszonykorusnak sok sikert kívánok továbbra is, meg a színpadon is, mert ugye nem győzzük elégszer mondani, hogy minden díjat elvittek, és nem azért, mert nagy pótkocsival jöttek, hogy én szoktam jönni, meg vonóhorgos kocsival, hanem tényleg nagyon tudnak. Ha én tudnék úgy énekelni, mint ők, akkor tudnék énekelni. Ilyen egyszerű, úgyhogy további sok sikert a színpadon, meg a főző versenyen is, mert egyébként az asszonykórus minden tihanyi versenyen, vagy nem is csak versenyen, minden rendezvényen és eseményen. Kicsit mindig szoktunk nyerni, és most is arra hajazunk, hogy szeretnénk. Nagyon ezüstnél gyengébbet nem nagyon kapott a csapat soha. Nem. Úgyhogy színes fém a lényeg. Van attól még jobb is. Az aranyom. Nekem is mondták már többször, hogy engem aranyba kéne foglalni, csak forró aranyba. Úgyhogy szólj nekünk, szóljál. Megoldjuk okosba. Jó, hát akkor további sok sikert még egyszer, és köszönjük, hogy eljött a csapat. Kedves nézőink, itt vagyunk a Veszprém Vármegyei Büntetés Végrehajtási Intézet standjánál. Nagyon-nagyon kedvesek az urak, de tényleg, és én hiába eszem meg az összes pörköltet, szerintem annyi erőm nem lesz, hogy ezt a cuccot itt szétszedjem. Gyakorlatilag itt nem olyan széles látókörbe tudom fogni a mikrofon, de nekik nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Egy látványos helyszínt biztosítanak, úgy gondolom. Itt van ez a rabomobil is, amiben szállítják a oda tartozókat. Meg itt van ilyen, ezt ha jól tudom, a vendégfogadóhelyen használják, ilyen nagyon kemény lázadás elhárító kézi készülék. És van itt egy-két látványos elem, ülő garnitúrákat meg lehet nézni, amiben a viseletet hordják az emberek, és egy olyan különleges dolgokat láthatunk, amit csak egyébként a tévében, filmeken. Ők nagyon-nagyon kedvesen eljöttek, és egyébként az egyik támogatói is a Tihanyi Kecskeköröm ünnepnek, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik. Van itt püslabda, meg mondom, nekem ez az ülő garnitúr, ez itt az ura háttérben csak válaszom, hogy talán nekem a színtől függ az év, hogy mennyire csukták le a népet, vagy hogyan van? Nem, az attól függ, hogy fiatalkorú, vagy felnőttkorú a fogvatartott, illetve hogyha elzárásától. Ja. Ez alapján van megkülönböztetve a színe. Olyan színű, de valószínű. Igen, ez valószínű. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek. Jönnek máskor is, mert kíváncsi a nép szerintem. Köszönjük. Kedves nézőink, itt vagyunk egy nagyon-nagyon kedves fiatal és lelkes csapatnál, a Tihanyi Visszhang Óvodáit Alapítvány. Jó mondom? Nem is néztem, hogy mégis tudom. Óriási, feltűntem, mint a talajvíz. Szóval évről évre jöttök az összes Tihanyi rendezvényre, ahogy én láttam, és nagyon... Igen, ez most már a harmadik, azt úgy emlékszem, ez a harmadik rendezvényünk. Ide kaptunk a hajógyűjtéskor először meghívást, úgyhogy nagy örömmel fogadjuk és vesztük, amikor... Ennek várnak itt minket sok szeretettel, hogy finomabb, de finomabb sütemények készüljenek az anyukák konyhájából,
és az idei évben a 2024-25-ös tanévre az óvoda vezetése a mozgásfejlesztést célozta meg, úgyhogy mindenféle mozgásfejlető eszközök, az udvar bővítése, pedagógusok képzése, ezek szerepelnek a célok között. És ez azért is különleges, ó, pici már türelmetlen szegényke, így állj pálinkát rendben szem. Azért is különleges, mert az óvodának a segítésére megy végül is. Óvoda? De, Oda is egyébként az óvodával szoktak összedolgozni, de most a bölcsőde is, és egy jótékonysági, tehát hogyha valakit vesz egy süteményt, az nem valakinek a zsebébe megy, hanem a gyerekek hasznára tudják fordítani, és mindez nem egy szülő jön, de mindig látom, hogy vagytok jó sokan, és ezt lelkesen csináljátok, és nem pénzért, hanem szívből, és ez egy nagyon különleges és jó dolognak tartom. Hányan laknak Tihanyba? Most hirtelen, mindegy, mit mondasz, én se tudom. Körülbelül. 60 család van a Szófiban. Csak hirtelen eszembe jutott. Majd megkérdezzük a hozzáértőktől. Csak azért, hogy igaziból nem egy nagy városról lévén szó, ezt akartam kihozni. És mégis nagyon nagy lelkesedés van, mindig itt vagytok, és mondom, nem egy, nem két ember, hanem látszik azért pörögtök, mint a buszkerék. És én azt mondom, hogy gyertek ezután is, mert gyerekeknek hasznára válik, és ennek örülni fognak, ebben biztos vagyok, hogy most is köszönjük, hogy eljöttetek. Mi is köszönjük. Hát a következő történt a mai nap folyamán. Ahó! Húszféle ételt főzött ez a jó pár csapat, aki kitelepült, és én azt gondolom, hogy a zsűri, figyeljetek már rám, a zsűri is komolyan mondom, hogy egy... Szeretlek titeket, de figyeljetek itt. Két percet. Jó, velem van a baj, tudom, ezt már megbeszéltük. Én vagyok a problémás. A zsűri, elmondhatom, hogy kifejezetten jó éreztétek magatokat ma étkezés közben. Tehát én nem nagyon láttam, hogy... Nem figyeltem oda. Szerintem jó volt. Teljesen benne volt mindent. Szóval jókat főztetek ismét, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy itt voltatok velünk, és bemutatnám akkor a zsűrit, mégpedig Nagyság szerint. Bocsi Gyula, ezt nem hagyhatom. Nem kell bemutatni egyébként se Mayer Gyula, szálloda tulajdonos, Nitta díjas éttermester. Ős zsűri tagunk itt Tihanyban, bocs, figyelj, leverheted rajtam, ez borzasztó. Aki Tihanyban jár főzőversenyre, ismeri a Tibit, Göldner Tibor, aki, hát mondom a hivatalos melnevezést is, magyar bajnok, többszörös halfőző bajnok, Garda Fesztivált már többször megnyerte, tehát a Gardálián a főzőversenyt, Fehér Asztal lovagrend tagja, és nemzetközi zsűri tag, és egyébként pedig még mestercukrás is. Na. Ha valamit nem jól mondok, szóljatok. Itt van, ahogy Salánk is annyi szokta mondani, a kínai tihanyi barátunk Gyukli, Gyula, mesterszakács és borász, és mindig itt van, amikor szükség van rá, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Természetesen nem hagyható ki egy ilyen versenyből Végendre se. Balatonfüredés környéke borút egyesület elnöke, a Fehér Asztal lovagrend tagja, és a Balatonvin borrend, nem tudom elolvasni, nagymes, a leelnöke. Bocsánat, hát, esetleg, ha nem a napszemüvegbe olvasnék, hanem a rendes szemüvegembe, esetleg. És hát senkinek nem kell bemutatni, ezt mindig el szoktam mondani, Punk Ferenc, tihanyi csárdagazda, mit lehet még rólad mondani, Feri bácsi? Aki téged nem ismer, az meg is érdemli. Életműdíjas éttermi mester, csárdagazda, Fehér Asztal lovagrend tagja, Snitta díjas vagy, te is úgy tudom. Na, hát ezeket fel se írtad. Minden. Igen. Úgyhogy azt is láthatják a kedves főzőcsapatok, hogy azért eléggé jó kis zsűri sikerül minden évben össze gyűjtenünk ide magunk köré, és hát akkor kinek adjam át a szót, aki egy pár szóban értékelni fogja. Feri bácsi, gondolom, ezt te leszel. Hát nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit ezen a gyönyörű szép napon. Egy héttel ezelőtt még nem gondoltuk, hogy itt milyen szép időben fogunk itt versengeni. És
Hát kérem szépen, meg kellett állapítani, hogy nagyon sokat fejlődött ez a tihanyi főzőverseny, mindig jobb ételek kerülnek elő. És erre nagyon büszkék is vagyunk, hogy szóval fejlődik, már nincsenek ilyen túl ízesített, elszúrt ételek. És ma is mondhatjuk azt, hogy olyan sokrétű volt az ételválaszték, amit ma is főztek, ami hát fantasztikus érzés volt számunkra is. Nagyon jó ízeket kóstoltunk, és kezdenek visszatérni az emberek a természetes fűszerekhez. Nem kell itt agyon cicázni semmit, egy bableves az legyen bableves. Annak idején Kádár is azt mondta, hogy elvtársak, a krumplileves az legyen krumplileves. Hát nálunk is így van, hogy legyenek meg az alapízek, nem kell itt különböző fűszerekkel elrontani ezeket az ételeket. Nagyon gratulálunk egy ifjú tehetségnek, aki majd külön meg is kapja ezért a díját. Fiataló nő volt a főzőverseny legfiatalabb tagja, nagyon gratulálunk neki, nagyon finom ételt hozott nekünk. És most újra találkoztunk a vegán ételeken, hát kérem szépen, el kell ismerni, hogy ott is vannak jó ételek, és gratulálunk hozzá. Úgyhogy köszönöm, és Pasar is lássuk a sorrendiséget. El kell, hogy mondjam, hogy ismételten azt az eredményt érték el a csapatok, hogy bronz minősítés alatt senki sem szerepel, tehát legalább egy bronzoklevéllel mindenki haza mehet, és akkor kérnék egy kis segítséget. Bronz minősítést ért el az újtihanyiak negyedik étele. Hogy ez pontosan melyik volt az újtihanyi csapatból, azt meg nem mondom. Vegye át valaki az újtihanyiak közül ezt az oklevelet. Ahó, fut már, fut, ott jön. Akkor ők a gyűjt mentek. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Bronz minősítést ért el a betyárok csapata. Bronz minősítést ért el az újtihanyi a kettes számú étele. És a hármas. Nem, az te vagy, Peti. De az más. De a hármas sorszámú vagy. Menj vissza. Négy étellel indultatok. Van még, az újtihanyiak főztek még egy ételt, amit nem a Gyerjabin Peti főzött. Ott van. Az a sorszámod volt, Peti. Bronz minősítést ért el, Béla papa kedvence. Béla papa. Ezüst minősítést ért el a kis juhászok csapata, az egyes számú kis juhászok. Szerintem ez a birka. Ezüst minősítést kapott Tibi bácsi csapata. Ezüst minősítést kapott a Prés nevű csapat. Köszönöm szépen. Ezüst minősítést kaptak a tihanyi jógások. Ezüst minősítést kapott a Vörös Máli trió. Ezüst minősítést kapott ugyan, de a zsűrik szeretné kiemelni külön a Tankcsapda nevű csapatot, aki a legfiatalabb főző volt a mai versenyen. Nagy szeretete, óvatosan azzal a pohára, mert nagyot lehet rajta esni. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, itt az okleveled.
és ezt a kis Manót pedig a manuálus néni ajánlotta fel neked, hogy legyen hazavinni valami ajándék. Ha-ó! Nézd csak! Várjál, várjál, János! Legalább te figyelj már rá! A Manó is a tiéd. Köszönjük szépen, és köszönjük a KM Manó felajánlását, hiszen ők ajánlották fel neki ezt a díjat. Nagyon szépen köszönjük, és ezüst minősítést kapott a Kecskészek csapata is. Kecskészek? Ezüst minősítést kapott a Megkészek csapata is. Nem én találunk ki a csapat neveket. Nagyon szépen köszönjük. Csak elkészültek a kaspörkölt ezek szerint. És ezüst minősítést kapott a Csak veled elnevezésű csapat. És következnek az aranyminősítések. Holdacska névre hallgató csapat aranyminősítést kapott. Aranyminősítést kapott a kisjuhászok kettes számú étele. Azt hiszem ez volt a slambuc. Kisjuhász? A slambuc lett a... Ő a kis, ő meg a juhász, ezért ez a nevük. Hát kis meg juhász. A slambuc. Ez a slambuc volt. És jönnek a díjazottak. A külön díjat ebben az évben az új tihanyiak csapata kapta a vegán gomba paprikásért. Ezért mondtam, hogy ne induljál, Peti, feleslegesen. Gratulálunk szeretettel. Aranyminősítést kapott, és... Ja, de várj, bocsánat, a díjat át nem vettétek, a díjat. Vissza, vissza! Köszönjük szépen. Aranyminősítést kapott, és harmadik helyezést ért el a Nene Team. Még van ott egy kis ajándék a Feri bácsi. Álványos tőle. Köszönjük szépen, hajrá, tihany! Aranyminősítést kapott, és második helyezett lett a Vánkoska Apartman csapata. Finom volt a nagyon, és hát azt gondolom, hogy senkinek nem jelent újdonságot, hogy a hétpróbások csapata, akik a Tihanyi Asszonykórus, ők lettek az idén az első helyezettek, és kérdezzétek meg a Maier Gyuszit, mit szólt a levesetekhez. Páratlan volt. Ők nyírségi gombóclevest főztek, mivel... Tehát ez lett végül is az eredmény, úgy gondolom, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki örül neki. Még egy nagy taps a csapatoknak, még egy nagy taps a zsűrinek, azoknak is, nekik is mindjárt megköszönjük a munkájukat. És még kérném azokat, akik kutyussal érkeztek, hogy jöjjenek nevezni a kutyaszépségversenyre, hiszen nem sokára kezdődik, megvárjuk a zsűri elnökünket, és zsűrizzük a kutyusokat itt pontosan a, a területen, itt a
zsűrisátor előtti területen. Én szeretném a zsűrinek megköszönni a munkáját, mielőtt szétszélettek, drágáim. Köszönöm szépen a szokásos módon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Feri bácsi. Először is nagyon szépen köszönjük a lelkes nevezést, és ez egy az egyik legsikeresebb eseménye itt a Kecskeköröm ünnepnek. Át is adom a hangos urat, és induljon a verseny! Kedves vendégeink, nagyon-nagyon szépen köszönöm, 24 kutyus nevezett, aminek nagyon örülünk, és nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Nem lesz más feladat, jaj, bocsánat, hadd mutassam be a szakértőnket, Tamás Károly, nemzetközi küllembíró, úgyhogy ő nem csak szereti a kutyákat, de ért is hozzájuk, úgyhogy papírja van róla, hogy ért hozzá. Én is szeretem a kutyákat, de nem értek hozzá, én kicsit elfogult vagyok, mint ahogy a másik két zsűri taggal együtt, kolléganőim Ivett és Marci, együtt fogjuk zsűrizni a kutyusokat, 1-5-ig pontozunk, ami a lényeg. Azt szokta kérni tőlünk a zsűri elnöke, hogy egy kis kört kell menni a kutyussal, megmutatni, hogy mennyire szép. Egy picit meg fogja nézni, mint... Tibi egy kicsit meg van budjanva ilyenkor délutára, én nem tudom, mit evett. Azt tudom, hogy inni nem szokott, mert vezet, de attól függetlenül valaki... Hol ettél? Melyik csapatnál ebédeltél? Mindenhol. Jó van. Tehát akkor ezt a kört kell végigvenni, elnök úr egy picit megnézi a kutyust, el lehet mondani róla egy-két információt, ilyenkor azt, hogy körülbelül mennyi idős, mit, tud-e valami mutatvány, tud-e valami érdekességet, általában azt is el szokták mondani, hogyha mondjuk menhelyi vagy mentett kutyusról van szó, tehát körülbelül ennyi lenne a dolog, és akkor utána megbeszéljük a pontot, ennyi fog történni, és amikor megbeszéltünk mindent, röviddel utána lesz az eredményhirdetés. Úgyhogy ez egy végtelenül egyszerű kutyaszépségverseny. És nagyon-nagyon köszönöm, hogy ennyien vagyunk. Remélem, hogy nem fogunk ide égni a napra. Na, akkor kezdjük az egyes számú kutyussal, akinek a tulajdonosa Héja Sára Luca. Átcserélem a szemüvegemet, nem látok a napszemüvegbe. Héja Sára Luca, megérkezett a kutyus. Seri névre hallgató Yorkshire Terrier és 6 hónapos. Mindjárt mondjuk róla az információkat is. Jaj, de okos. Életem. A te kutyád? Te tanítottad a kutyaiskolába is? Esetleg, még nem. Mit mondana róla elnök úr, majd ezt én is elmondom. Odaadhatod a díjat meg. Szép, egészséges, fiatal kutyus. Várj egy picit, Sára. Egy kis saját. Menj vissza. Egy kis saját. Egy kutya frizbit kap minden nevező ajándékban. Na, én meg közben közvetítek. Fajtától függetlenül ugye az, amit a zsűri elnök úr néz, az az, hogy a kutya milyen kondícióban van, milyen egészségi állapotban. Meg szokta ilyenkor egy kicsit nézni a lábát, hogy hogy áll a fogait. És milyen összhang van a gazda és a kutyus között, úgyhogy ez tulajdonképpen a legfontosabb. Köszönjük szépen akkor Sára Lucának és Serinek, és a következő Héjáné Tímea Mangó nevű toj uszkárral. Jaj, de gyönyörű. Gyere, Mangó, marad szépen. Gyere. Mangó, marad szépen. Három éves a kutyus. Kislány. Ivartalanított szuka. Na, Mangó is tud valamit nagyon szépet. Jaj, de én is. Mangó. Mancs.
Mancs. Jól van, gratulálok. Megérdemel egy tapsot a Mangó is, és a Gazdi is. Fajta tiszta törzskönyve is van. Rendkívül jó kondícióban van. Jól ápolt kutya. És a Gazdival tökéletes az összhang. Hát a Cserivel egy se, úgyhogy menne a barátkozni, úgy látom. Hadd menjen, hát az a dolga. Köszönjük szépen. Következő fellépőnk az Mátyási, Tóth, Vivien és a Nudli. Hol a Nudli? Itt a Nudli. Itt a Nudli, figyelj, Kacsi, nézd a Nudli. Itt a Nudli. Ő törpetacskó, 2 éves. Nudli? Van. Tudunk jobbat is, figyelj, elsőre van. Ilyes, most össze van szavazva. Lehet. Túl sok itt a... Jól van. Jól van, ügyes. Mutassuk meg Nudlit elnök úrnak is, ha ide jöttök egy picit. Ennyi. Nagyon szép, egészséges fogai vannak. Hát ennek nem örül, de szerintem senki se. Bocsánat. A fiúknak illik megnézni ezt a testrészét is, hát ez is, ehhez a részéhez se értek én. Mondjad. Jó? Mondjál egy pár szót a kutyusról. Egészséges, szép fogazat. Jó összhang van a Gazdi és a kutyus között. És jó kondícióban van a Nudli. Úgyhogy gratulálunk a Nudlinak, kérünk neki egy nagy tapsot. A következő pedig Balog András, Bubi nevű spániel, aki 11 éves. Ija életem. Jó van. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy eljöttek. Mit lehet tudni a Nudliról? Bubiról, bocsánat, még a Nudlinál maradtam. Tiszaparti alkony. Kenelből származik, tehát ő ne is őkor törzskönyvezett. 8 hetes kora óta van. Hát akkor ő már nagyon családtag. Egyen meg a szívét. Jó van. Veteránkorú kutya. Igen jó karban van még, tehát jó egészségű állapotban. Egy picit szeszélyes, nem nagyon szereti, hogyha sokan nézik, biztos, hogy lámpalázas. Nagyon-nagyon szép. Várjunk az ajándék. Ez egy kutya frizbi, szeretettel. Köszönjük, hogy itt voltak nálunk, és köszönjük, hogy indultak. És akkor az ötös számú a versenyzőnk, az Pocsok Csilla Nobu nevű Boston, 2 éves Boston terrierje. Gyere, Nobu, szépen. Gyere, ide, szépen. Gyere, gyere, gyere. Nyuszi, 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 Nyuszi
Nyuszi. Nagyon ügyes. Gyere ide lábhoz. Hát ennyi kutyus közül. Pacsi. Okos. Pacsi. Másik pacsi. Pacsi. No. Másik. Nagyon ügyes. Jól van, hát csak tudja ő. Jól van. Igen, ugye náluk az van, hogy őket nem csontítják, ugye nagyon régóta, és ugye a karok méretük meg a különböző állásfel, és ez nagyon sokat jelent arra, hogy mennyire allergiásak, meg mennyire érzékenyek. Igen, tehát a fajtára jellemző, hogy felső légúti nehézségei vannak. Lerövidül az orrvésze a kutyusnak. Bizonyos terület, de ő nagyon jó. Egyke. De nagyon fegyelmezett. Nincsen problémája, tehát akkor akkor ez egy nagyon nagy szerencse. Én hát el tudom képzelni. De nagyon fegyelmezett. Nagyon fegyelmezett. Nagyon szépen köszönjük az ajándék, nem arra. Jól van. Nagyon okos. Köszönjük szépen, egy nagy tapsot kérünk Nobunak. És kérdezzük a zsűri elnök. Mondjon egy pár szót. Boston Terrierhez képest kicsit magasra állította, hogy Karcsi mondja, kicsit karcsú. Hosszú a füle, de nagyon-nagyon jó karban tartott. Nagyon jól képzett kutya, és hát ugye mindenki látta a tökéletes összhangot a gazdival, úgyhogy gratulálunk Nobunak, és örülünk, hogy itt voltatok. Gratulálunk egy tapsot neki még egyszer. Következő versenyzőnk Zsidai Viktor Tigris nevű Vipet kutyájá valamelyik 6 hónapos. Hajrá! Na. Könnyű kutya? Nagyon gyors, ugye? A 70-nel? Hát figyelj. 6 hónapos. Nagyon szép. És a gazdi futtatja akkor ezek szerint. Hát akkor neked is van mindennapi edzés, jó van ez. Hallottam, hogy 70-nel futott. És ennél csak gyorsabb lesz? Aztán. Menj a maximális vajószínű, vajon. Ő akkor már nagyon gyorsnak számít. Karcsi Bácsinak kereszt kérdései vannak. Van valami attrakció? Tudsz-e valamit mutatni? Bele, tehát a gazdi fogja hívni a kutyust, ugye, aki még nagyon fiatal. Hát. Annyi minden érdekes más dolog van itt, most ezt a sok kutyát. Jó van, szívem, jó van. Kérünk egy tapsot. A tigrisnek és az ajándékot itt hagytad. Gratulálunk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. És a következő kutyus, az Bercsik Boglárka, pihenevű kutyusa, ami Bichon Havanéz és 7 éves. Gyertek.
Oké. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok. Tud trükköket is, ugye? Hát 7 éves a kutyus. Nyugodtan, amennyi éppen nálad van. Mondjad, Karcsi, nyugodtan mondhatod. A kora látszik már a fogán. Szereti a hasát, azt mondja az elnök úr, hogy azért jó étvágya van, picit jó húsban van, fogalmazzuk így. Nézzük meg akkor, hogy mit tud a kutyus. Gyere, pihe. Jó van, hát teszem. Ügyes. Nem, figyelj, ennyi kutyát magad körül. Mikor látott utoljára szemünk? Jól van, fekszik, jól van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Kérünk Pihének is egy nagy tapsot. Jó. És akkor a következő versenyzőnk tulajdonosa Tóth Szabina. Az ő kölyke, a Pihének a kölyke. Michael Jacksonnak hívják, ő is Bisonhava néze, és 4 éves. És érkezik. Érkezik. Michael Jackson. Táncolni is tud. Énekelni tud. Oké, hát az is egy fontos. Nincs ivartalanítva. Klasszikus zenére énekel. Nagyon. Ezt mondjuk egy videó felvétel. Én tényleg megnézném, el tudom képzelni. Ez mondjuk egy érdekes történet. Kár, hogy nem hoztad a zongorába. Okos, jó van, jó van. Nagyon jó ez is. Hát. Jó. Mondjad. Jó kondícióban levő. Jól szituált. Állítólag énekel, de hát erről beszélgettünk, hogy a klasszikus zenét szereti. Úgyhogy egy különleges kutyus. Jó van, nagyon-nagyon szépen köszönjük Michael Jacksonnak is, Szabinának is. Köszönjük, hogy itt voltatok. Egy kis ajándékot el ne felejtsen venni. Köszönjük szépen. És akkor a következő versenyzőnk, Zsidai Tatjana, Liza nevű vipettje, amelyik már 3 éves. Jól van. Téged, veled már találkoztunk. Jaj, de gyönyörű vagy, szia. Jól van, ügyes. Ő 3 éves. Kislány. Nagyon ügyes. Gratulálok, pacsit is tud adni, jó van, ügyes. Van rokosság a 3 kutya között? Nagyon szépen köszönjük, ügyesek. Várjál, megint elfelejtetted. Ti is kaptok természetesen. Picit félszeg 3 éves kutyus. Színeződnek a fogai. Jó karban van. Zsidai Roy Kokó nevű kutyája érkezik. Következő, aki szintén vipett. 3,5 éves. És ismételtem megérkezett. Jól van, itt az egész család. Jó van. Szevasztok. Családi összejövetel van.
Semmi gond. Hát végül is ők együtt szoktak mozogni, gondolom. 3,5 éves a kutyus. Ugyanazt a kaját kapják, de érdekes módon neki szebb állapotban vannak a fogai. Az egyik 3 éves, a másik 3,5, azt mondta. Gondolom ugyanattól a szülőpártól. Aha, féltestvérek, aha. A Liza a gyorsabb. Na, megnézzük. Picit vékonyabb testalkatú kutya, de mondtuk, hogy a foga jobb állapotban van. És féltestvére az előző kutyusnak, a Lizának. De... Jaj. Jó van az, hát na. Köszönjük szépen, nagyon aranyosak vagytok, köszönöm szépen. És ő is kap természetesen egy ajándékot. És akkor... A következő versenyzőnk Helle László, Django nevű labradorja, aki 5 éves. Mely érkeznek. A világ legjobb kutyája a gazdi szerint. A labrador általában nagyon jó természet. Okos, értelme. Ki fogja mondani az? Te vagy, éhes vagy. De ez általában igen elmondható róluk, hiszen a labradorok éhesek. A fajta specifikus. Igen. Végtelen az étvágya, tehát nagyon sokat eszik. Bármennyi táplálékot képes megenni. Ami sajnos igen, de hát hogy nagyon kell, akkor ezek szerint a gazdinak nagyon kell arra vigyázni, hogy mikor és hogy eteti a kutyust. Igen. Ez fajta jellegzetessége, tehát hogy a labradorok jó étvágyú kutyák. Na, milyen ügyesen mutatják, mennyire jó kutya ez. Látszik. Édesem. Gazdi is kedves. És ő szívesen mozog. Vizet szeretik. 5-6 kilométereket is sétálnak naponta. Úszni szeret? Almá. Úszni szeret? Úgyhogy akkor ez is tipikus kutyus. Igen, a labradorok szeretik. Jól van. Igen, jó erőben levő, jó állapotban levő kutyus. Fiú létére. Egy fiatal kutyus. Igen, ezt a kanosságot, ezt már nagyon erőteljesen látni lehet rajta. Tehát, hogy ránézésre is fiú. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Nem baj, az a lényeg, hogy gyönyörű, ugye? Frisbee? Természetesen, szeretni fogja. Jól van. Köszönjük Django-nak és Helle Lászlónak, hogy eljöttek hozzánk. Imádom. Következő, Dobos Niki, Conor névre hallgató Border Collie keveréke, aki 2 éves. Hol vagytok? Megérkezett Niki és a kutyus is. Jó van. Nagyon szeretem a nyakkendőjét. Gratulálok. Jól van. Szia!
Milyen keverék a Border Collie mellett, tudjátok-e? Utcai vegyes, jó? Ez a... Valaki Border Collie volt, valaki pedig nem, ezt tudjátok jól. Jó. Eléggé dominánsan örökölte a Border Collie külső jellegeit. Vagy terel, vagy kutat. Az anyuka vadászkutya jellegű volt, és vagy terel, vagy kutat. Valami. Kínai turistát vitt meg az udvarba. Könnyen tanul, csak nem mutatja meg, mi? 2 éves. Mentett kutya. Aha. 8 hetesen került a gazdihoz, és mentett kutya, tehát a fajta mentőktől hozták őt el. Nagyon szép dolog, ha valaki mentett kutyát tart, úgyhogy külön dicséret és gratuláció, és hát neki is jár természetesen a játék. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, kérünk egy tapsot akkor Conornak is, és a következő versenyzőnk Lia Matyi nevű kutyája, aki szárkás szőrű tacsi és 8 éves. Egyen meg. Gyönyörű. Hop, hop, hop. Mit lehet tudni a kutyusról? Hát azt mondd kívül, hogy egy tüneméját, azt látjuk rajta. Igen, nekem teljesen elolvadtam tőle. Egyéniség, igaz? Hát mintaféle tacsik. Tacsik azok nagyon tudnak egyéniségek lenni. Lefagy a stressztől, úgyhogy lámpalázas, tehát azt nem nagyon bírja. Igen, igen, hát vagyunk vele így egy páran. Nincsen, ez csak szép. Ugat, csóválja a farkát. 4 lába van, tökéletes. Kutyának szeretni kell, ez a lényeg. Igen jó karban lévő veteránkorú kutyus. Ritka látni, hogy ilyen idős korban is ilyen jó karban van ez a drága. Köszönjük szépen, gratulálunk, és hát természetesen az ajándék az neki is jár. Ennek a nagyon tetszik, gyere! Jó. Következő versenyzőnk Körösi Andrea, Bora nevű kutyája, aki erdélterrier és 7 éves. Hét éves, igen. 7 éves erdélterrier. Bora névre hallgat. Nagyon szép. Jó napot kívánunk, szervusz kutyus. Igen, fajta tiszta. Nincsen neki törzskönyve. 7. Augusztusban lesz a kutyus, 8 éves. Vadászkutyának van tenyésztve, igen. Házi kedvencék otthon, úgyhogy... Ő nem vadászik. Most ürge, hát azt ezt, igen. Ezt nem mondjuk ki. Szívesen dolgozik, tehát ilyen kis aportíroz. Egy pici kört, hogyha mennétek velem, még köszönjük szépen. Egy idős kutya már, de nagyon jó állapotban, jó egészségnek örven. És mint hallottuk, ugye vadászkutyaként lett volna, de hát inkább családi kedvenc, tehát vadászni ő nem szokott. Időskora ellenére pókot leszedem. Időskora ellenére nagyon szép egészséges fogazata van, úgyhogy legszebb női kor, igaz, tökéletesen egyetértünk, legszebb női korban van. Köszönjük szépen! Kérünk egy tapsot akkor Borának és Gazdinak is. A következő versenyzőnk Golezsai Balázs, Nono nevű Border Collie, aki 5 éves.
napot kívánok! Nem törzs könyvezett, de fajta tiszta. 5. éves. Kiskorában valahonnan leesett, és az egyik foga eltűnt. Jól van, ügyes. Hát hogy ne tudna valamilyen attrakciót ügyesek. Nagyon ügyes. Köszönjük szépen. Várjatok. Az ajándék. Frisbee, gondolom, hogy lesz neki örök. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Igen jó szőrkondícióban, igen jó állapotban levő kutyus. Szuper intelligens, mint ahogy a fajtája. Ezt jelzi, hiszen az egyik legokosabb kutyáról beszélünk a border collie esetében. És a következő versenyzőnk Zámbó Miki, Spenót nevű Chiba Inu kutyája, amelyik 3 éves. Na. Hajrá! Bevallom őszintén, hogy én még ilyen kutyussal nem találkoztam. Fajta tiszta. Mit lehet tudni róla? Több mint 3000 éves japán kutyafajta, már beszélni sem tudok. Japán kutyafajta. Vadászatra használták. Falkában élt. Maradt-e belőle valami ebből az ősi ösztönből? Igen. Nagyon jó vadász. És mennyire tud szocializálódni, az itt a kérdés. Az embereket szereti. Gyerekeket, felnőtteket. A nála kisebb kutyákkal nem biztos, hogy boldog. És a vadász ösztön, amikor feltört. Hát mikor a vadász ösztön feltört bennet, akkor... Akkor elindul, de hogyha rászól a gazdi, akkor megáll, tehát nincsen vele probléma. 150-200 métert megy el a gazditól, hogy egyedül elinduljon vadászni, de azon kívül nem szokta magára hagyni. És utána várja a gazdinak a reakcióját. Tök jó fej. Aha. Szép. Hát látod, milyen fegyelmezett. Nagyon fegyelmezni. Mentek egy kör, és közben Kacsi nekem elmondja, hogy mit lehet tudni a kutyusson. Na. Ez egy divatfajtává vált, lassan. Egyre többet lehet belőle látni. Nagyon ősi kutyafajtáról van szó. Városi körülmények között. Nem kis próbatétel az neki beilleszkedni, tehát ez, igen. Nagyon jól, tehát látszik, hogy ő egy fegyelmezett kutyus. Nagyon-nagyon szépen köszönjük! És a következő kutya, Nagy Boróka, Csitri névre hallgató, Mudi keveréke, aki 4 éves. Na, szia! Ki volt a papa, ki volt a mama? Menhelyi kutyus, gratulálunk, nagyon szép. Születéstől kezdve van így a farka, tehát nem csonkolt a farka, hanem valószínűleg így szökött. Született. 10 éve van a gazdival. 2 félrebeszél. Elnézést, késő van már. Igen jó kondíciójú fiatal kutyus. Sokat kell vele. Aha. Nagyon jó izomzatú, tehát látszik, hogy sportolt kutyus. Szálkás, atletikus felépítésű, jó konstitúciójú kutya, ki tudtam mondani egyben. A Mudi.
nagyon jó karban van tartva. Egy kört, hogyha tesztek, azt megköszönjük. De nagyon szép kutyus. Együtt sportol a gazdival a kutyus, és most egy pár szót erről fogunk hallani. Egy éve versenyez a kutyussal. Mondd a mikrofonba, mert én ezt... Bikering, nem a sport. Bikering. Így kell? Igen? Szánhúzás. Szánhúzásnak a szárazföldi verziója. Speciális hám kell hozzá. Egy rugalmas szár, és amit a biciklihez kötnek hozzá. Aha, egy távtartó, hogy ne ütközön a biciklivel, igen, mert abból baleset lesz. 4-5 kilométeres versenyeken vesztek részt. A gyorsaság számít elsősorban. Tehát valószínűleg ennek a sportnak köszönhet, hogy ilyen jó fizikai állapotban. Egyedül. Ez mint a Kárnekroszig, igen, arról hallottam, igen. Jó van. Mennyire népszerű most ez a sport? Nem túl ismert még, de azért úgy látom, hogy azért jól van. Szevasz! Barátkozzunk. Nagyon szépen köszönjük itt a... Köszönjük és gratulálunk a kutyushoz. Nagyon nagy... Úgy látom, elnök úrnak tetszik, hogy ilyen jó karban van. Megvetted? Jó, oké. Köszönjük szépen, kérünk egy tapsot a kutyusnak is, és a gazdinak is. A következő... Oké. Következő kutyusunk Kamilla névre hallgat, Bede Julcsi a gazdája, labrador és 3 éves. Szia! Jó étvágyú labradorok! Családjába tartozik. Szevasz! Nagyon szereti az embereket, ez látszik, elnök úrhoz is ragaszkodik, ahogy úgy figyel. Nagyon jó van. Ügyes. Van-e valami attrakciót? Jó van. Na, egyen meg a szívedet. Jól van. Gratulálunk. Jól van, nagyon ügyesek vagytok. És csak kapsz egy ilyet is. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és gratulálunk, nagyon szép kutyus. Gratulálunk a gazdinak is, a kutyusnak is. Következő versenyzőnk Varga Zsófi, a főnök nevű Tacsiával, őt Tihanyban már jól ismerik, a főnököt és a Zsófit. Úgyhogy én is már többször találkoztam, szia főnök. Gratulálunk, ő 3,5 éves Tacsi, a főnök. Kell-e róla valamit tudni, Zsófi? Van törzskönyve? Nincsen neki, de fajta tiszta. Sima kutyatáppal letetitek, vagy mindenfélével is? Nagyon szép szőre van, azt mondja az elnök úr. Félős. Picit reszketne, hogy jön mögözi. Jó van. Drága szív. Nem. Hát, sokféle illat van, meg sokféle kutyus itt a környéken. Nagyon köszönjük, Zsófi, hogy itt voltál, és gratulálunk főnökhöz is. Majd sétálok a Szőlő utca fele, akkor majd találkozunk. Sziasztok! Köszi, hogy itt voltatok. Stahl Benedek Dió nevű drótszűrű német vizslája következik, aki 5 éves. Gyere, megyünk. Jön. Megyünk, Benedek. Gyere. Jön. Na, itt a Dió. Haszta. Yeah.
Vadásznak, tehát vadászkutya. Szárnyasokra szoktatok vadászni, többit nem mondom el. Persze, egyértelmű. Jó van, nyugis kutya. Jó van. Jó van, Dió. Jó karban tartott, jó izomzatú kutya. Hát neki tetszik, látom. Várjál! Gratulálok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. Nem Benedeknek, hanem apukának, de köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Szalóki István füles nevű kutyussal következő, aki keverék, agár és 4 éves. Gyere, gyere ide. Magyar agár és keverék. Angol magyar kett. Négy éves. Az első foga ki van törve. Kölyök korában történt vele. Igen. Nagyon szép kis kutyus. Hello. Véletlen házasság volt, vagy ilyen sétatéri? Olyan kutyát szeretett volna, ami nyugodt. Nyugodt, igen. Tehát itt nem a fajta tisztaság volt a vásárlásnál a cél. Tehát, hogy akkor egy nagyon szépen beosztható napi rendje van, mert alszik és sétál, tehát, hogy a gazdinak is biztosítja a mozgásadagot. Úgy van, úgy van. Vadászösztön mennyire dolgozik? Ah, tehát a kerten belül bármit sikerül elkapnia. Kert? Nem? Nem? Csak pórázon megy ki a kerten kívülre, igen. Igen, érthető. Itt van, várjatok, itt van! Nagyon-nagyon szép, ügyes, fegyelmezett kutyus. Mindjárt mondom, hogy mi történik. Szegény, igen. Jól van, kutyus, jól van. Köszönjük szépen, gratulálunk. Ide is jár a játék természetesen a kutyusnak. Jól izmolt. Rendkívül kecses mozgású, igen, igen. Nagyon elegáns kutyus. Ennyi. Tulajdonképpen jó állapotban van. És hát ahhoz képest, hogy keverék, egy nagyon-nagyon szép kutyusról van szó. A következő kutyusunk tulajdonosa dr. Kassa Márton, Csokinak hívják, angol, Cocker Spaniel, ten, igen, másfél éves, azt a betyárják. Sapkája is van. Napi 10 kilométer, azt a betyárják. Azt látom, ő inkább a... Ő sétáltatja a gazdit, mint a gazdi a kutyus. Van ereje. Minden nap lemegy 10 kilométert, és a gazdi hogy bírja? Az asszony. Jó, hát ez... Ez aranyos, én nem az asszony. Gyönyörű színe van. Rendkívül jól izmolt. Jó. És mennyi idős?
Akkor még van sok sétálnivaló a családban, hogy másfél éves a kutya. Minimálisra teszik, tehát nem, ő nem a sok evős kutya. Ezt a fogot egy ajándékot adjunk a kutyusnak, mert azért az fontos. Egy fiatal, másfél éves, nagyon jó erőben levő kutyus, fajta tiszta. Ez egy nagyon ritka szín, ami neki van. Tényleg látszik, hogy hát tényleg Spániában én még nem is láttam ilyet. Igen. Ennyi nagyjából. Köszönjük szépen. Gratulálunk akkor Csokinak és a gazdinak, dr. Kassa Mártonnak. Gratulálunk. Kérünk neki egy tapsot, azért örüljünk, hogy eljöttek. A következő versenyző Paf Maja, Masni névre hallgató Border Collie, ami 4 éves. Sziasztok! Köszönjük, hogy eljöttetek! Lehet simogatni, lehet nézegetni, fegyelmezett kutyus. Szoktatok kiállításra járni? Nem, nem nagyon. Nem nagyon. Kislány. Ivartalanított kislány. Ki ápolja a szőrét, mert azt gondolom nagy munka. Család? Anya? Kutya fodrászhoz hozott, látok mindig kutya kozmetikába. Te sétálsz vele? Próbáljátok tanítani? Igen? Na. Nagyon ügyesek vagytok. Van valami mutatvány? Hát nézzük. Persze, egész nap. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Jól van, ügyes. Egy nagy tapsot érdemel, Masti. Nagyon ügyes. Meghajol. Na, ezt még megnézem. Jól van. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. És adjuk az ajándékot is Masninak. Jaj, gyönyörű kutya. És mindjárt elmondja elnök úr, hogy mit lehet tudni a kutyusról. Rendkívül tetszetős, nagyon elegáns, jó szőr, jó kondíciójú kutyus. Fiatal és nagyon jó összhangban van a gazdival, úgyhogy csak gratulálni lehet hozzá. Gratulálunk még egyszer, nagyon ügyesek voltak. És az utolsó versenyzőnk, Zsámpár Zoltán Bruno úr vizslája, aki ma 4 éves. Születésnapot hoztatok? Gyertyát, tortát, sehol, semmi? Lát. Brut. Lát. Lát. Jó, nagyon ügyes, gratulálni. Szervusz. Gratulálunk, és a 4. születésnap Isten éltessen Bruno sokáig. Nagyobbra már nem fog nőni. Szevasz. Vizsla labrador keverék. Szerelem gyerek. Azt tuti, tehát, hogy tudjátok, hogy nincsen. Magyar vizsla. És fekete volt az apuka. És egyszerű magyar vizsla az anyuka. És egy nagyon szép színkombináció lett belőle. Elegáns. Igen, igen. Nagyon szép egészséges fogazattal. Igen jó kondícióban. Sokat sétál vele a gazdi. Úgyhogy... Hát anyuci pici szerelme, hát most teljesen egyértelmű. Az embernek van szőrös gyermeke, az a lehető legjobb. Igen, azt eltudom. Jó van, nagyon okos és nagyon fegyelmezett. Jó van.
Na, úgy van, jó van, ügyes. Nagyon-nagyon gratulálom, gyönyörű kutya. Nagyon szépen köszönjük, és egy kis játék, amit biztos, hogy szeretettel fognak használni a kutyusok. Köszönjük szépen! Van egy közös trükkje a két lánynak, szeretnék megmutatni. Mi meg kíváncsian nézzük. Jól van. Gratulálunk, ügyesek vagytok. Jól van, köszönjük szépen, köszönjük nektek. Ügyesek voltatok, köszönjük. Na, akkor, szia, egy pillanat, mert kitesszük a díjakat, és akkor utána már eredményt is hirdetünk. Ehhez karcsi kell, mert én ezt meg nem mozdítom, ezeket a díjakat. Hát kiszokni, tudod. Hát jó van, de ebből ne nyissunk vitált, hogy kicipelte. Különben is a kutyáknak fontos a jó fog, mert hogy legyen fogkő, ahhoz előbb fogkő, ha szokták. Akkor kérném a kutyusokat és a gazdikat is ide valahova a környékre, hogy hadd hirdessük ki az eredményt. A külön díjat ebben az évben a Manós árusunk ajánlotta fel, a KM Manó, ami azt kérte, hogy valami gyerekekhez köthető, vagy olyan gyerek kapja, aki bemutatta itt a kutyáját most, és akkor ő az öreve Héja Sára Luca, és a kutyusa a Cseri névre hallgató Yorkshire Terrier volt, ő kapja a gyerekeknek járó külön díjat. Kérjük, jöjjön ide! Adjuk oda neki. Gyere, gyere, ott a kutyus, és ott a külön díj. Tessék, fog meg a kutyusodat is. Gratulálok még egy nagy tapsot a kutyusnak is, gazdinak is, köszönjük, hogy eljöttetek. És akkor harmadik helyezett lett, próbálom itt a szélbe a papírjaimat nézegetni, harmadik helyezett lett Bruno úr, az utolsó kutyus, hiszen nagyon szép, nagyon fegyelmezett, nagyon ügyes kutyus volt. Gratulálunk, szeretettel. Ott van a díj. Jó étvágya a fogyasztás. Ő kiválasztotta meg. Ugyanolyan szerintem, csak... Gratulálunk, szeretettel! Meg lehet kérni, hogy a kamera felé forduljatok, hogyha kérhetem. Forduljatok. Mert ez így az igazi. Második helyezett lett a Csitri névre hallgató Mudi keverék. Csitrit várjuk szeretettel. És akkor ti ide gyertek.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és az első helyezett a Masné névre hallgató Border Collie. Gratulálunk, örülünk, hogy itt voltatok. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, egy fotóra álljuk oda, vagy nem akarjuk. Nagyon szépen köszönjük, ha valaki a szalma kalapját elhagyta a labirintusba. Meg egy kabátot, egy rózsaszín kislány jackit. De ettől függetlenül nagyon szépen köszönjük elnök úrnak is, a zsűritagoknak is, hogy köszönjük minden kutyusnak a részvételt. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és reméljük jövőre is találkozunk. Nagyon örülök, hogy ennyien voltunk a szépségversenyen. Tényleg tüneményesek voltak, elég nehéz ilyenkor dönteni, de tüneményesek voltak a kutyák. Köszönjük szépen, és további szép napot, jó szórakozást kívánunk mindenkinek, amíg itt vannak a játszóházak, addig lehet játszani, enni még a kürtős kalácsot vagy a langallót, és további szép napot, jó estét kívánok mindenkinek.